I am Desiree. I am Desiree. Igazából ez a fesztivál nekem egy állóvizet rász fel. Nekem mindig erre a néhány napra, amikor Desiree van, mindig olyan érzésem van, hogy a város egy kicsit igazán elkezd élni. Hát igazából tudom, hogy minden évben van egy olyan hét Szabadkán, amikor egyszerűen a színházi világ így fölbojdul. Ilyenkor még csak találgatok, hogy milyen lesz az egész fesztivál, mert igazából mind az öten itt voltam, szinte az összes előadáson, de első nap úgy még mindannyiunkban ott van a drukk, és nem tudjuk eldönteni, vagy nem tudjuk fölmérni, hogy milyen lesz a hangulat. Nagyon örülök ennek a fesztiválnak, ugyanis ilyenkor a város egy kicsit megváltozik. Szerintem minden fontos, ami egy kicsit meg kimozdítja az embert abból, amiben itt él, vagy amiben tölti a mindennapjait. És ez a fesztivál, hát ez fokozottan ilyen, hogy kimozdít. Nagy ünnep ez tulajdonképpen. Sőt, hogyha valami nem fog meghalni, az a színház, mert minden más elcsépelődik, vagy valahogy, de ez meg nagyon régóta tart, és azt hiszem, hogy nem tud és nem is fog meghalni, és olyan jó, mert ez ennek a bizonyítéka. Od šljivu ili možda na krevet, ono živa legne, mrtva se probudim. Ma ja uopće ne želim o tome razmišljati. Ujutro sam se probudio i rekao sam, djeca i sve moramo imati u kući. Imao sam 19 godina. Poslije još jedne teške svađe s ocem, kad me dobro prebio, odlučio sam otići od kuće. Érdekes találkozása volt ez a költészetnek és a színháznak, úgyhogy igazából ez egy végig egy kísérleti dolog volt. Előadás úgy készült, hogy mindennapi tréninggel kezdődött, tornával, futással, és akkor utána mentek csak a próbák. Szóval köl tényleg egy fizikai erőlét ehhez a féle színházhoz, amit így a Margaréta képvisel. Igazából Sziberit már régebb óta ismerem, még talán hát egyetem harmadik évén, akkor olvastunk az egyetemen, illetve tanultunk, akkor így jobban belemásztunk a Sziberi munkásságába, és akkor utána volt is bennem egy ilyen vágy, hogy jaj, de jó lenne valaha, hogyha kerülne rá sor. És akkor Margaréta fölkérte az András Margarétát, és akkor ő már előre tudta, hogy Sziverit fog csinálni. Én is hallottam róla történeteket, olvastam verseit is, és emlékszem, hogy mikor először olvastam verseit, akkor nem igazán értettem, vagy fogott, meg el kellett, hogy teljen bizonyos idő. Amikor megértettem most már, hogy miről szól, ez persze azt is jelenti, hogy amikor már bejelmegyünk az életben, hogy így mondjam, akkor már engem is más hatások érnek, vagy pedig érzem, hogy most kell, hogy érjenek olyan hatások, amikor már ütközik az ember más emberek véleményével, gondolataival, világlátásával. Azt mondom, hogy egy újabb csatát megvívtunk, mert most azért sokkal behatóbban, meg sokkal mélyebben tanulmányoztuk, és akkor így még közelebb kerültem hozzá. De jól érezzük magunkat, mert minden eddig a legnagyobb rendben zajlott. Sikeresen lejátszódott az első két előadás, most is, ha megint a partin
szép számban vannak vendégeink. Az évre jellemzőbb, hogy sokkal intimebb hangvételű előadásaink van, sokkal inkább az ember van az előadások középpontjában. I am Desiree. I am Desiree. I am